Az elmúlt évszázadok során a gazdasági logika azt súlykolta belénk, hogy minden lehetséges. Akarhatunk egyre többet és többet, a határ a csillagoség. De mi van, ha ez nem igaz, ha az egyetlen Földünk nem bírja el azt a sokat, amit akarunk tőle? Az ökológiai közgazdaságtan és ezen belül a nem növekedés, vagyis a digróz kutatási területe azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne a gazdaságban az állandó növekedési kényszert meghaladó rendszert építeni. Eddig azt láttuk, hogy a gazdasági növekedéssel együtt nő az erőforrásaink kiaknázása, a vízfelhasználás, a széndiokszid kibocsátás és a hulladék mennyisége. Viszont radikálisan csökkent az élet sokszínűsége, a biodiverzitás, és még a technológia sem tud olyan gyorsan fejlődni, hogy megoldja a problémáinkat. A gazdaság szorosan beágyazódik a társadalomba, a társadalom szorosan beágyazódik az ökológiai környezetbe, és amint ezt elfogadjuk, hogy ez így van, akkor látjuk, hogy például a végtelen növekedésnek társadalmi és ökológiai korlátai is lehetnek. És ha ezek vannak, akkor nem lehet végtelenül növekedni. 2021-ben a globális gazdaság július 29-ére felélte az arra az évre első forrásait. A tudósok szerint 10 évünk van cselekedni és elkezdeni radikálisan másképp élni. Kevesebbet kellene dolgoznunk, egyédileg és össztársadalmi szinten is. A négy napos munkahét jó első lépés lehet, persze csak ha a háromnapos hétvégén nem repülünk el valahová városnézésre. Másként fogyasztunk, például Tudatosan figyelünk arra, hogy milyen messziről jön az, amit megeszünk, megiszunk vagy felhasználunk. Figyelünk a szolidaritásra. Egy olyan fenntarthatósági átmenet, ahol a szennyező iparágakból származó termékek mennyiségét csökkentjük és teljesen átalakítjuk a fogyasztási szokásainkat, szinte mindenkit érinteni fog. Sokaknak úgy tűnhet, hogy ezek csak lemondással járnak, ez viszont azon múlik, hogy mit értünk jó élet alatt. Érdemes egy pillanatra elgondolkodni arról, hogy mi okoz nekünk valódi, hosszantartó örömöt. Ma már a legtöbben megértik, hogy míg a biztonságos élet megteremtése mellett rettentő kihívás boldognak lenni, addig egy átlagos anyagi színvonal fölött már más jelenti az örömöt. Például az emberi kapcsolataink ápolása, vagy életünk értelmének megtalálása. Ezekre általában éppen azoknak nem marad idejük, akiknek az alapvető szükségleteik kielégítése már nem gond. A korláton belüli jó életnek a biztosítása az egy kőkemény elosztási kérdés. És ugye főleg ebben az országban és ebben a régióban ezzel nem nagyon szeretünk szembesülni, mert hogy van egy ilyen keserű történelmi utóíze, de hát muszáj. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy már pedig a földnek, az ökológiai környezetünknek vannak korlátai, és nekünk kutya kötelességünk benne maradni, Nyilván lehetnek morális érveink azzal kapcsolatban is, hogy a Föld miatt kell benne maradni, vagy a nem emberi létezők miatt kell benne maradni. De lehet egyszerűen az az érvelésünk is, hogy ha meg akarjuk tartani az ember egy civilizációnak a működését, körülbelül azon a szinten, amit elértünk, hát akkor kénytelenek vagyunk ezeket a korlátokat önmagunk számára fölépíteni. És hogyha ezt elfogadjuk, akkor onnantól kezdve már tudjuk, hogy már pedig ez elosztási kérdés. A globális erőforrások 80 át a felső 20 éli fel, és ebben a magyar középosztály is érintett. A jó élet és egy igazságos társadalom megteremtése a földi korlátokon belül nem lehetetlen, csak meg kell kérdőjelezni a megkérdő. Jelezhetetlent is, véli köves Alexandra.